Köszöntök mindenkit! Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk kortól, nemtől függetlenül mindenki tegezi egymást. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ. Mi baj van a világ jelenlegi alakulásával? Lehetne jobb irányba. Lehetne jobb irányba? És még? Lehetne etikusabb is. A bizalmak. Bizalmatlanak az emberek? Egymásra? Sajnos. Elismerés hiány, szeretet hiány. Elnyomás. És hogyha így halad tovább, akkor szerinted mi várható? Hát káosz nem várható. Nem, mert azt nem hagyják. Nem az emberek nem hagyják. Fentiek nem hagyják. Na most akkor ugye meg lehetne kérdezni, hogy vajon a világháborúkat miért hagyta? Nem? A két világháborút. Hát most gondoljátok végig, hogy ha nem hagyták volna, akkor mi lett volna? Tehát hogy nem lehetett volna hagyni mondjuk a két világháborút? Mondjuk az elsőt vagy a másodikat? Hát csak egyféleképpen nem lehetett volna hagyni. Fogják és felrobbantják a bolygót. Nem? És akkor megszüntetik az emberiséget bolygóstúl mindenestől. És akkor nem hagyják. Na most, de te mit csinálnál egy rosszalkodó gyerekeddel? Likvidálnád? Hát nem valószínű, nem? Hanem valahogy megfegyelmeznéd, nem? Na most, hát most mit csinál az emberiség, ha megnézzük? Tehát ugye mit tehet mondjuk egy szülő a gyerekével? Itt, ami mit szoktak tenni szülők a gyerekekkel? Jó, rosszul? Tehát mondjuk, ha rosszul csinálja, akkor érzelmileg, ugye mondjuk leértékeli azt a gyereket. És addig értékeli lefele a gyereket, ameddig olyan állapotba nem kerül, hogy már minden mindegy neki. Ez az egyik fajta működés. Van egy másik fajta működés, hogy mondjuk elkezdi verni. Annak meg is ugyanaz a módja, hogy addig veri, amíg olyan állapotban nem kerül, hogy már a gyereknek minden mindegy. Vagy lehet például úgy fegyelmezni, hogy bünteti. Tehát büntetéseket. Mit tudom, megvonja ezt, megvonja azt, megvonja amazt. És ilyen állandó büntetést alkalmaz a gyereknél a szülő. Na ennek hatására ugye mi fog történni? Megint olyan fajta érzete támad a gyereknek, hogy ő nem elég jó, bűntudata lesz, mert ugye állandóan büntetik, és addig büntetik, míg végül eljut egy olyan állapotba, hogy most már minden mindegy. Az a minden mindegy, az ne úgy értsétek, hogy túl aktív állapot, hanem úgy értsétek, hogy az egy kevésbé aktív állapot.
Na most, de lehet úgy is fegyelmezni, hogy a gyerekkel elbeszélgetni, és esetlegesen tanítani olyan dolgokra, hogy mit miért tegyen, vagy mit miért ne tegyen. És minek mi lesz a következménye, hogyha tesz, vagy mi lesz a következménye, ha nem tesz. Meg olyan dolgokat mondjuk, amit meg kellene tenni. Na most ezáltal, hogy nem azt a háromféle elvet alkalmazzák, hanem mondjuk a magyarázást és a tanítást alkalmazzák, akkor a gyerek nem kerül olyan helyzetbe, hogy most már minden mindegy. És igazából akkor nem sérül. Na most, itt van a bolygón a felnőttek. Na most, ugye lejátszottunk két világháborút az előző évszázadban, ahol meghalt sok-sok millió ember. Az előző évszázadban, az 1800-as években szintén milliókat írtottak ki a bolygón, lásd mondjuk Észak-Amerika. Észak-Amerika, vagy Dél-Amerika, vagy Közép-Amerika indiánok. Ugye azt elkezdték írtani a 1500-as években, és jó sok-sok 10 milliót kiirtottak, ugye az amerikai kontinensen. Tehát ugye mi ezeket eljátszottuk, tehát mondhatnánk azt, hogy mi emberek, mint gyerekek, mintha gyerekek lennénk, elég sok olyan dolgot csináltunk, amit talán nem kellett volna. Nem? Na most, ki az, aki hisz valamilyen felsőbbrendű lénybe? Mondjuk olyat, hogy teremtő vagy Isten? Oké. Tehát mondhatnánk azt, hogy ő valahogy, ha legjobban hasonlítanánk mondjuk egy emberi működéshez, akkor talán azt lehetne mondani, hogy mint mondjuk a szülő a gyerekhez, nem? Lehetne hasonlítani. Tehát mondhatnánk azt, hogy nekünk is van szülőnk, most ne emberi értelemben nézzük, ugye amit úgy hívnak, hogy Isten vagy Teremtő, nem? A lehet, hogy van a szülő. Na most, de egy embernek hány szüleje van, mint ember? Hát egy szülőből nem lesz gyerek, nem? A két szülő kell hozzá. Hát kell egy apa, meg egy anya, nem? Na most megnézzük minket embereket, akkor mondjuk teremtői szempontból nézve ezt a dolgot, akkor megint mondhatjuk, hogy nagyon hasonló a dolog, mint egy családnál, vagy egy gyerek születésénél. Két különböző szülőről beszélhetünk. Van egy olyan, hogy valaki megteremtette a lelkünket. És ez nagyon érdekes, mert alapvetően a lelkünket azt jóra teremtették. Tehát jónak teremtették, inkább úgy mondanám, hogy jónak teremtették. Hát nyilvánvaló, hogy a jó az jót tud teremteni, nem? Na most, a jó teremtése az nem most kezdődött, hanem hát számokban nem kifejezhető még milliárd évekkel ezelőtt. Tehát számokban nem kifejezhető már az a milliárd év is, amikor elkezdődött. Na most, például nézzünk, mondjuk megint térjünk vissza az emberek működéséhez, mondjuk veszünk egy olyan gyereket, amik megszületik, hát megnézed, minden gyerek jóságosnak születik. Tehát olyannak nem születik egy gyerek, hogy gonosznak.
Persze olyan lehet, hogy a 9 hónapban már komoly hatások érték. Abban a 9 hónapban, amíg az édesanyja hasában volt. És ezáltal, mikor megszületett, vagy megszületik, akkor nyilván ennek a hatásoknak köszönhetően már nem biztos, hogy azt a jóságot mutatja kifelé, amit igazából mutathatna. De ha megnézed például, ahol kiegyensúlyozott az édesanyja, valószínű, hogy ahhoz az is kell, hogy kiegyensúlyozott legyen a körülménye is. Tehát mondjuk harmonikus helyzetben élje azt a 9 hónapot, és ha egy kiegyensúlyozott édesanyja hord ki egy gyereket, akkor az egy boldog, kiegyensúlyozott baba lesz, aki megszületik. Tehát ebből nyilvánvalóan egyértelműen látszik, hogy egy gyerekben lévő lélek az jóságos. Na most ehhez képest azért nagy átalakulások történnek, mire valaki megöregszik, nem? Onnantól, hogy megszületett. Tehát még az alatt a 80 év alatt is óriási változások tudnak történni, sőt, ha megnézzük, akár 20 év alatt. Mire felnőtt lesz, már lehet, hogy nem is olyan jóságos, hanem tele van gonoszsággal. Na most ugye miért válik egy ember gonoszszá abból a jóságos gyerekből? Hát nyilván egyértelmű, hogy a környezeti hatásoknak köszönhető. Vagy például, hogyha még nem is annyira a szülők környezeti hatásáról beszélhetünk, akkor beszélhetnénk a baráti kör környezeti hatásáról. Vagy arról is beszélhetünk, hogy valaki nem ismeri kellőképpen a szabályokat, vagy olyan szabályokat, ami önmagával kapcsolatos, a saját létével kapcsolatos. Például az, hogy vigyázzon kellőképpen magára, ezért esetlegesen már gyerekként kipróbál olyan dolgokat, ami mondjuk veszélyezteti a saját létét. Tehát mondjuk ilyen extrém dolgokat. Tehát ugye tudjuk, hogy például egy gyerek úgy születik meg, hogy nincs benne félelemérzet. Na most, a félelemérzet hiánya azt is hozza, vagy hozhatja, hogyha nincs egy olyan szülői nevelés, amely esetlegesen felszólítja a gyereket, hogy adott helyzetben hogyan működjön. Mondok egy példát. Mit tudom én, egy kisgyerek. Kiengeded az út szélére, és hagyod, hogy bóklászon, és még nem találkozott erőszakosan egy autóval, és nem is szólította fel erre senki, hogy vigyáznia kellene, mert az autó az erősebb, mint ő, akkor mennyi esély van mondjuk egy olyan járdán, ami nem túl széles, és a gyerek teret akar magának, és az autók meg jönnek, mennek az úton, mennyi esély lenne arra, hogy a gyereket elüsse az autó, tehát magyarul lemenjen az útra? Tehát a gyerekben nincs félelemérzet, és jön egy autó, simán elüti. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nem félnie kell egy autótól, hanem tudnia, tehát ő nem egy állat, hogy féljen valamitől, hanem tudnia kell,
hogy mi lesz annak a következménye, hogy ő találkozik egy autóval. Tehát egy ember annyira értelmes kicsiként is, hogy ezt fel tudja fogni. Mert csak annyit kell csinálni, hogy vissza kell emlékeztetni egy olyan dologra, amikor fájdalma volt. És el kell magyarázni neki, hogy hát olyasmit, sőt annál vehemensebb fájdalomérzetet fog érezni, hogyha találkozik egy autóval. Szóval a lényeg az, hogy az emberrel szépen meg lehetne mindent beszélni, kisgyerekkortól, hogy miért mit tegyen, vagy miért mit ne tegyen. Na most, itt vagyunk felnőtt embereknél, ugye azt gondoljuk, felnőtt emberek, és azt gondoljuk, hogy hát mi okosabbak vagyunk, mint a gyerekek. Na most, ha olyan okosnak tartjuk magunkat, akkor ugye kérdezném, hogy akkor miért csinálunk hülyeségeket? Nem? Tehát ma a bolygón, hála Istennek, nincsenek világháborúk, és a háborúk is kisebb mennyiségben vannak, mint mondjuk a múlt században. Tehát ebben a században érdekes módon kevesebb a fegyveres összecsapás és a háborús cselekményekből adódó haláleset, jóval kevesebb, mint a múlt században. Tehát mondhatnánk azt, hogy egy sokkal békésebb bolygón élünk. Na most, az elmúlt évszázadban volt bőven háború, és rengetegen meghaltak. És érdekes módon mégis az emberek a múlt században jobb állapotban voltak, mint most. Nem érdekes? Sokkal több erőszakosság volt, mint manapság, bolygószinten, Európáról nem is beszélve, a múlt században, mint manapság. És mégis az emberek jobb állapotban voltak, mint most. Nem érdekes? Nem furcsa? Tehát mi emberek úgy működünk, hogy nem az értelmünkre próbálnak hatni. Majd mindjárt mondom, hogy kik, hanem inkább azt csinálják, hogy leviszik az embert egy rossz hangulatra, mondjuk, hogy féljen. Na most nézz körül a környezetedben, szinte nem találsz olyan embert, aki nem fél valamitől. Nem? Körülnézel, és azt látod, hogy mindenki fél valamitől, van, aki több dologtól is, nem? Hát az emberek félnek. Felsorolni is sok lenne, hogy miktől félnek. Ettől, attól, amattól, de félnek. Na most egy olyan ember, aki félelemben van, az már nem harcol. Aztán nem lehet harcba vinni. Érted? Amikor az emberek jó állapotúak, és mondjuk érdeklődőek, akkor hamar el lehet érni azt, hogy ellenséges legyen másokkal szembe. És ezt csinálták a múlt században. Tehát az emberek viszonylag jó állapotban voltak, és kicsit kellett rajtuk rontani, és elérték, hogy másokkal szemben ellenségesek, sőt, harciasak, haragosak legyenek.
Most úgy érték el, hogy az emberek békésebbek legyenek, hogy egy félelemben lévő ember az már nem harcol. Azt már nem kell kicsit lejjebb vinni, és hogy harcoljon. Őt már följebb kellene hozni, hogy harcoljon. Most egy félelemben lévő ember még elég aktív ahhoz, hogy ne kelljen eltartani, és még dolgozzon. Bár a baleseti veszélye a munkájának jóval nagyobb, mint mikor jobb állapotban volt, vagy úgy általában jobb állapotban van az ember. És a termelékenysége is jóval kisebb, mint mikor jobb állapotban volt az ember. De mégis termel valamennyit. Ha megnézed a termelékenységi hatékonyság, hát az nem valami rózsás. Mondjuk itt Magyarországon. És hát az emberek most már egy olyan hangulatban vannak, ahol amit úgy meg akarnak tartani. Nem az emberek, hanem a hatalom akarja megtartani. Tehát levitték az embereket félelemre, és onnantól kezdve azt csinálnak az emberekkel, amit akarnak, csak az emberek ezt nem tudják, hogy ez nekik mennyire rossz. Tehát, jó lenne, hogyha megnéznéd, hogy te mitől félsz az életedben, bármitől. Mert ha félsz bármitől, akkor a félelem része az életednek. Tehát ami annyit jelent, hogy elérték, hogy te is félj. És egy tulajdonság, egy nagyon fontos tulajdonság kapcsolódik a félelemhez. Márpedig az, hogy egy félelemben lévő emberrel azt csinálnak, amit akarnak. Úgy manipulálják, ahogy akarják. Tehát ma a bolygón az az irányítás, tehát teljes egészében a bolygó az irányba halad, hogy az egész emberiséget levigyék a félelem szintjére, mert ha az emberiség lemegy a félelem szintjére, akkor az emberek azt tesznek, amit akarnak. Nem akarják, hogy lejjebb menjenek az emberek, mert az nem jó, mert akkor nem fog senki dolgozni. Mert ez alatt már az emberek hát gyakorlatilag munkaképtelenek. Nem azért munkaképtelenek, mert mit tudom, lebénultak, hanem azért, mert egyszerűen ez alatt már az ember annyira saját magával van elfoglalva, hogy egyszerűen még a saját munkájára, a saját feladatára sem tud figyelni. Nyilván ezt nem akarják, nyilván ez pont jó, az a 1-es, 1,2. A skálánkon van nekünk egy hangulati skálánk, amit most nem fogok bemutatni. Az 1,2 az a részvétlenség szintje. Az egy kicsit jobb, mint a félelem. Na most akkor nézzük meg, hogy a félelem ugye az az 1-es a skálán. E fölött van egy kicsivel 1,1-el, tehát kissé jobb hangulat, a rejtett ellenséges. Na nézz körül a saját környezetedben, ismersz-e rejtett ellenséges embereket? Tehát akik szemből barátságosak bizonyos személyekhez, de neked meg ellenségesen beszélnek róla. De szembe barátságosnak tüntetik föl magukat. Vagy ismersz-e olyan embereket, akik ilyen részvétlenség szintjén vannak? Az még egy kicsivel följebb van, 1,2 a skálán. Akik igazából
hát képtelenek arra, hogy mondjuk együtt érezzenek. Az együttérzéssel amúgy nem lenne baj, hanem az együttérzéssel vágyással van baj. Tehát a társadalmat levitték ezekre a szintekre, és ezért találkozni olyan emberekkel, akik félnek, találkozni olyannal, akik részvétlenek, vagy burkolt ellenségesek, tehát rossz, tehát burkolt, rossz indulatúak. És ha megnézed, akkor a társadalom nagy része ezen a három szinten van. Na most, de ez kinek jó? Tehát gyakorlatilag azt értékel az emberekkel, mint amit én mondtam a család esetében, amikor a szülők rosszul nevelik a gyereküket, és a gyerek, ha valamit csinált, akkor ugye azt mondtam, hogy vagy büntetik, vagy érzelmileg leértékelik, vagy verik. És mindnek ugyanaz a hatása, hogy a gyerek lemegy egy olyan szintre, ahol szinte minden mindegy. Na most, amikor az ember fél, akkor közel van ahhoz a szinthez, hogy minden mindegy. Onnan már csak egy kicsit kellene lejjebb menni, de nyilván még egyszer mondom, ezt nem akarják elérni, hogy az emberek oda jussanak. Ez a félelem szint, ez teljesen jó. Tehát nem nekünk jó, nekik. Jó, nekünk nem jó. Tehát ahogy egy gyereknek el lehetne magyarázni bármit, persze, mit tudom én, van egy olyan gyerek, akiknek sosem magyaráztak el semmit, az most már 14 éves, és el akarsz kezdeni magyarázni neki dolgokat, kicsit nehéz feladatod lesz. Tehát én most arról beszélek, hogyha az ember kezdettől fogva jól csinálta volna. Jó? Tehát ezért, aki ezentúl fog gyereket nevelni, annak valahogy így kellene csinálnia. Na szóval, miért mondom ezeket? Mert itt vagyunk mi emberek, teljesen értelmesnek tartjuk magunkat, és ehhez képest az emberek ugyanazokat a hibákat követik el folyamatosan. Most azért én mondanám, hogy értelmesnek tartják az emberek magukat, értelmesen összeházasodnak, és akkor utána ugyanazok az értelmes emberek meg elválnak. Akkor az mit jelent? Közben meghűltek. Na most, hogyha esetleg megtanultak volna egymással bánni, akkor nem váltak volna el, nem? Na most, ha annyira értelmesnek tartja az ember magát, akkor miért nem tanul meg bánni a másik nemmel? Tehát én még nem láttam olyat, hogy valaki ne sérült volna egy válásban. Én még ilyet nem láttam. Főleg, ha gyerek is volt. A gyerek bármilyen jó vállás volt, akkor sérül. Jó? Tehát ott kezdődik a dolog. Akármilyen békésen megegyeznek a vállásban, vagy akármilyen vállást csinálnak, a gyerek akkor is sérült. Na, a felnőttekről ne is beszéljünk, mert most gondolj bele, mondjuk, aki átment egy válláson, akkor onnantól kezdve hogy viszonyul a másik nemhez? Oda hülyék a férfiak, vagy oda hülyék a nők, tudod? Akkor nem egyszerűbb lenne talán megtanulni
bánni a másik nemmel. Nem? Az ellenkező nemmel. Hát de ott kezdődik a probléma, hogy magunkkal tudunk-e bánni. Én nem ismerek olyan embert, tényleg nem ismerek olyan embert, és nem is ismertem olyan embert, aki tökéletesen bánt magával. Most ha valaki azt mondja, hogy ő tökéletesen bánik magával, annak akkor egója vagy szétdurant tőle a feje. És ha megnézzük, akkor biztos, hogy van annyi egyese a számaiban, hogy több, mint az összes száma együttvéve. Tehát lényeg az, hogy ugye én nagyon sok emberrel foglalkoztam már, és tényleg nem láttam olyat, aki tökéletesen bánt volna magával. Vagy legalábbis megközelítőleg tökéletesen. Mert ugye olyan, hogy tökéletesség nem létezik. Na most, ha ezt a dolgot megnézzük, akkor milyen jó, hogyha az ember nem tud magával bánni, vagy ha legalább ezen a területen elkezdi magát fejleszteni. Hát mert hogy akarunk másokkal bánni, ha még azzal sem tudunk bánni, amelyik a leginkább kéznél van, ne? Mert magaddal állandóan találkozol, nem? Ha tetszik, ha nem, akkor is találkozol magaddal, nem? Az mindig kéznél van, mindig itt van. Na most, ha az ember önmagával nem tud bánni, akkor hogy akar másokkal? Nem? És mit látsz ebben kapcsolatban? Az emberek rohannak, és keresik a lehetőséget, hogy fejlesszék magukat. Ezt látod? Rohanni, a rohanás az látod, csak nem azért rohannak, hogy fejlesszék magukat. Na most ugye azért megkérdezném, hogy a mondjuk az önmagaddal való kibékülés, a másokkal való kibékülés, az emberek szeretete, az önmagad szeretete, a béke, tehát hogy kibékülj magaddal, másokkal, vajon ezek függnek-e attól, hogy hogyan bánsz mondjuk önmagadra? Tehát ugye ha jobban megnézzük, akkor mifelé halad az emberiség? Afelé, hogy egyre jobban bánjanak az emberek önmagukkal? Hát nem, sajnos. Tehát ma sokkal rosszabbul bánnak az emberek önmagukkal, mint mondjuk ezelőtt, 40 évvel. Azért mondtam azt, mert arra emlékszem még simán. De sokkal rosszabbul. De mondhatnám azt is, hogy sokkal rosszabbul bánnak a párjukkal. Hát ha jobban bánnának az emberek a párjukkal, akkor nem lenne annyi válás, nem? Tehát ezáltal az ellenkező nemmel sem tudnak jobban bánni, hanem rosszabbul. Hát ha megnézzük, régebben az emberek, mit tudom én, mondjuk mentél egy faluba, vagy egy kisebb városba, és bárki jött veled szembe, tudti, hogy rád köszönt. Nem? Még most is előfordul ilyen kisebb településeken, így van. De legalább azt megcsinálták mondjuk a nagyobb településeken, mint Budapest, hogy egymásra mertek nézni. És itt mentek egymással szembe emberek, és
nem elkerülték egymás tekintetét, hanem simán belenéztek akár egymás szemébe. Hát most nem így közlekednek az emberek, ha megnézed. Hát most nagyvárosról van szó. Na most, ez nem azt jelenti, hogy jobban bánunk másokkal, hanem azt jelenti, hogy tartunk másoktól. Tehát egyszerűen nem merünk a szemükbe nézni, mert félünk tőlük. Nem? Tehát akkor, ha jobban megnézzük, az emberek jobban bánnak most másokkal, mint régen. Ki van csukva. Tehát ezekben nem kellene az embernek fejlesztenie magát. Tehát ugye én időnként hallok információkat. Velem nem szoktak ilyen információk szembe jönni, de a tanulóim részéről szoktak ilyen információk felém továbbítódni, hogy olyan emberek, akik hisznek valami felsőbbrendű dologban, és hisznek az anyagi világon túli dolgokban is, elmondják azt, hogy hát, hogy ők jó úton vannak. Hát ebből a szempontból biztos jó úton vannak, mert ha csak valaki az anyagi világban hisz, és nem hisz egy felsőbbrendű lényben, akkor hát én csak sajnálni tudom, megmondom őszintén. Na most, de az ember nem, tehát nem lenne az embernek az a feladata itt ebben a földi létében, hogy jól érezze magát a bőrében? Ne tántán boldog legyen. Hát a manapság, ha megnézzük, akkor a boldogságra annyit mondanának az emberek, hogy boldogság egyenlő szerelem. De a szerelem az mulandó. Tehát az azt jelenti, hogy a boldogság is mulandó. Mert az emberek azt se tudják, mi az, hogy boldogság. Akkor boldog, amikor szerelmes. Én ismerek olyan embereket, akik állandóan szerelmet keresik, mert úgy gondolják, hogy az a boldogság. Hát gondold végig, hogy az a boldogság. Hát ott kezdődik a boldogság, nem? Hogy az emberek szeretik egymást, nem? Tehát szeretet nélkül nem szerelmesek egymásban, hanem szeretik egymást. Függetlenül a nemtől. A nemnél számít a nem, a szeretet, szerelem, bocsánat. Nyilván ne legyen szerelmes az ember az azonos neműben, nem? Hanem nyilván az ellenkező nem kellene, hogy legyen. Mert nyilvánvaló, nem? De miért ne lehetne szeretni azonos nemű embereket? Tehát a szerelemhez kapcsolódik vágy. A szeretethez nem kapcsolódik semmi. Érted? Óriási különbség. Sőt, a szerelemhez vágyak kapcsolódnak. A szeretethez még nem kapcsolódik semmi. Még az se, hogy a másik viszont szeresse. Mert az már érdekszeretet. Hát ott kezdődik tehát, hogy az embereknek meg kellene tanulni szeretni. Nem? Na most gondold végig, eljutottak az ember nagy, a társadalom nagy része, hogy féljen valamitől. Ettől, attól, amasztól, mindegy.
És ez egy, nem egy jó állapot, mert ha te félsz, azzal nem jó dolgokat teremtesz magadnak, hanem rosszat. Mivel a félelem uralkodik benned, ezért a gondolataid a félelemre vannak alapozva, és azok a gondolatok ezáltal nem pozitívak. Tehát a félelemre alapozott gondolatok soha nem pozitívak. Na most, ha neked a gondolataid nem pozitívak, akkor azzal nem teremtesz, hanem pont az ellenkezőjét csinálod. Tehát az embereknek hangulatban feljebb kellene jönniük. Na most, azért kell tanulni a szeretetet, hogy feljebb jöjjenek. Értitek? Te dolgozhatsz azon, hogy jobb hangulatban legyél, de jó munkás lesz. Dolgozhatsz rajta jó sokáig. De ha azt tanulod meg, hogy képes legyél szeretni, akkor az felhoz hangulatba. Tudod miért? Mert téged is fognak szeretni. Van egy másik érdekes dolga ennek a hangulat kérdésének. Ugye tudjátok, hogy a világon az egyik legjobb üzlet, legnagyobb üzlet, inkább úgy mondanám, az egészség. Illetve nem az egészség, a betegség. A betegség az baromi nagy üzlet a világban. Az egészség az nem üzlet. A betegség az üzlet. Tehát fontos lenne, hogy az ember ne legyen beteg, nem? De ahhoz az kellene, hogy jó állapotban legyünk. Ugyanis egy jó állapotú ember, az nem beteg. Hát emlékezz vissza, amikor te jó állapotban voltál, nem voltál beteg. Mindig akkor voltál beteg, amikor nem voltál jó állapotban. És nem a betegség húzott le, hanem a betegség előtt kerültél rossz állapotba. Oké? Okay? Mert ha nem kerültél volna rossz állapotba, akkor nem betegedtél volna meg. Tehát, ugye az ember azt gondolná, hogy ahhoz, hogy boldog legyen, fontos, hogy egészséges legyen. Igen, de az egészségünk az annak a függvénye, hogy te milyen állapotban vagy. Sőt, vannak bizonyos hangulatoknak konkrét betegségei. Csak mondok példát, jó? Például ilyen, hogy agyérgörcs, tehát stroke, vagy agyvérzés, vagy infarktus. Ezek kifejezetten akkor kapja el az embereket, amikor másokkal szemben haragos vagy ellenséges. Mikor ilyen hangulatom van. Tehát mindig, amikor valaki ilyen típusú betegséget él át, akkor tudnia kellene, hogy őnek egy olyan időszaka volt azt megelőzően, hogy ő haragos volt, vagy rosszindulatú, ellenséges emberekkel szemben. Vagy úgy bármilyen szemben, a világgal szemben. Mindegy. Tehát az általános hangulata valahol itt leledzett, tartózkodott. Ugye mi tanuljuk azt, hogy
milyen, bármilyen betegségnek milyen lelki oka lehet. Még egy egyszerű megfázás sincs úgy, hogy a megfázást megelőzően nem romlott volna el a hangulatod. Tehát meg kellene tanulni azt, hogy az ember megismerje az életének a működését, akár a saját testének a működését. És ha egy ember mondjuk szellemi úton jár, akár van egy spirituális mestere, és akkor úgy megkérdezném, hogy és a spirituális mesternek az élete teljesen rendben van? És tudja, hogy és tudja tanítani is, hogy hogyan kell bánni mondjuk önmagával az embereknek? Hogyan kell bánniuk mondjuk másokkal az embereknek? A párjukkal az embereknek? A gyerekükkel, a szüleikkel az embereknek? Hogyan kell bánniuk? Vagy hogyan kell bánniuk a pénzzel? Például most van nekünk a pénzteremtő coach képzésünk. És a pénzteremtő coachban most éppen azzal a résszel foglalkozunk, hogy hogyan gondolkodnak a szegények, hogyan gondolkodnak a középrétek, és hogyan gondolkodnak a gazdagok. És mindenki végig gondolhatja, hogy ő saját maga hogyan gondolkodik. Ez 20 különböző területre vonatkozóan, ami valamilyen szinten egy kicsit kapcsolódik a pénzhez, az anyagi világhoz. És akkor az ember rájöhet, hogy amikor ilyeneket tanul, hogy igazából a gondolkodással vannak problémák. De a gondolkodás az mindig egy dologból fakad. A tudásból vagy a tudatlanságból. Érted? Tehát a tudás mértékéből inkább úgy mondanám. Tehát, hogy azon a területen az embernek milyen tudása van, vagy milyen tudása nincs? Tehát attól, hogy valaki elindult a szellemi fejlődés útján, minden élethelyzetét úgy kezeli, ahogy azt kell kezelni. Hát megnézitek, sőt, mondom is, hogy nézzétek meg, jó? Járjatok utána. A spirituális tanítók életének, jó? Járjatok utána. Vajon azt teszik-e, amit tanítanak? Jó? Vagy lehet, hogy nem is tanítják, mert nem tudják tanítani. Oké? Okay. Az oké, okay, hogy van spirituális terület. Imádom. De van egy anyagi világ, amiben élünk, és a tested is anyagból van, és ha nem tudod, hogy hogyan kezeld az anyagi világot, beleértve a testedit és mindent, ami az anyaggal kapcsolatos, akkor az nem pozitívan fog hatni rád, hanem negatívan. Tehát egy olyan világban élünk, ahol szükséges az anyagi világgal kapcsolatos tudás is, de szükséges a nem kézzel fogható világ ismerete is. És a kettő nem létezik a másik nélkül ebben a világban.
Tehát mi emberek nem gondolkodhatunk úgy, hogy hát valamit tudok az életről, vagy az anyag működéséről. Nem valamit kell tudni, hanem minél többet. Én nekem világéletemben fontos volt, hogy az, aki engem tanít, az hitelese. Nyilván nem gyerekkoromban volt fontos. Eszembe nem jutott, hogy most akkor fontos legyen. Hanem amikor elindultam afelé, hogy az a szervezet, amiben vezető voltam, piacvezető lett, ez ugye 1996-ban lett. 96-ban lett, akkor lettünk piacvezetők, és ugye rögtön, mint Magyarország egyik területén a legnagyobb pénzintézet, hát rögtön megkerestek, hogy jönnének engem képezni. És nekem egy gondom volt, hogy azok, akik képezni akartak, azok ugyan megtanulták azt, amit tanítani akartak, vagy tanítottak, csak nem csinálták. Érted? Tehát úgy akartak mondjuk a cégvezetésre engem tanítani, hogy ők nem voltak cégvezető. Érted? Na most csak egy példát mondtam a sok közül. És ott ugye az volt a gondom, hogy nem voltak hitelesek. De aztán rájöttem egy idő után, hogy a tudás az többet ér. Ezért elsősorban én önképzéseket folytattam. Tehát ami azt jelenti, hogy amit lehetett, azt én magam tanultam meg. És olyantól, olyan ember írásaitól tanultam, aki számomra hiteles volt. És nem közvetítésben tanítottam, vagy tanultam, hanem elsősorban az ő írásaiban. Aki számomra hitelesnek tűnt. Tehát ugye fontos lenne, hogy az ember haladjon az életében, és ha haladni akar, akkor ahhoz tudásra van szükség, de nem mindegy a tudással kapcsolatban, hogy az tényleg egy alkalmazható tudás, és alkalmazzák is, főleg az a személy, aki tanítja, vagy az illető csak ugatja azt a tudást. Tehát én nem mondom, hogy az életemben minden tökéletesen csináltam. Nem mondom. De már egy jó ideje azon vagyok, hogy minél tökéletesebben csináljak mindent. Érted? Hogy bármit. És amit én tanítok, azt én úgy is élem. Ebben biztos lehetsz. És onnantól kezdve nekem az a fontos, hogy számomra hiteles legyek, érted? Mert én magam számára nem tudok hiteles lenni, akkor ti számotokra sem. Tehát, hogyha én belenézek a tükörbe, akkor én tudjam azt mondani, hogy azt csinálom, amit tanítok. És ezt minden értelemben értsd. Jó? Még a táplálkozás tekintetében is. És a folyadékfogyasztás tekintetében is. Jó? Én most is voltam ugye szombaton egy lagziba, egy korty alkohol nélkül. Oké? Szerintem én voltam ott az egyetlen.
kb. 100-an voltunk. És ugye nem azért, mert autóval voltunk, mert más simán megcsinált, hogy az elején ivott, csak később nem. Mert hát ugye sok óra eltelik, és közben felszívódik, ha eszik az ember, tudod. Tehát lényeg az, hogy egy olyan világot élünk, ahol van mit tennünk. Én megkaptam azt küldetésként, hogy ennek a szervezetnek, aminek én vagyok a vezetője, el kell juttatni az emberiség számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képesekké váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni. És ezt meg fogjuk csinálni. És azt is elmondták, hogy miért kell ezt megcsinálni. Mert ugyanis az emberiség ideje az 2012. december 22-ével lejárt. És akkor miért vagyunk még itt? Hát azért, mert sok az jó ember a bolygón. És még kaptunk egy utolsó esélyt. 2034, ha jól számolom, igen, 2034. december 31-ig kaptunk egy utolsó esélyt, hogy megcsináljuk azt, hogy az emberiség bekerülhessen az aranykorba. Az aranykor azt jelenti, hogy az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban egymással élni. És azt is mondták ezzel kapcsolatban, hogy aki ezt nem akarja, azt kivonják a forgalomból, az élők sorából. Az nem fogja megélni azt az időszakot. Tehát nem lehet úgy szeretetben, békében és boldogságban élni, hogy van egy hatalmi elit, amely pont az ellenkezőjét akarja. Érted? Persze tudjuk, hogy ezt a hatalmi elitet nem felülről vezérlik, hanem alulról. Tehát nem a jó szállta meg őket, hanem a gonosz. De legalább manipulálja őket. Tehát megnézed, azok, akik ebbe tartoznak, azok közül egyet mondj, aki jó állapotú, jó hangulatú. Egyet. Sem találsz. Tehát egyet sem találsz. Senkit. Ami azt jelenti, hogy persze, hogy be tudták őket támadni, mert nem jó állapotúak. De tudjátok miért nem jó állapotúak lettek, és miért tudták őket betámadni? Hát nagyon egyszerű. Mert akinek nagy vagyona van, az sokkal jobban fél, mint akinek nincs vagyona. Érted? Tehát akinek nagy vagyona van, az fél, hogy elveszíti. Így van. Akinek nincs vagyon, az meg hát nincs mit veszítenie. Világos ez? Most gondolj bele, itt Magyarországon, nem tudom, tudjátok-e, hogy Európában az egyfőre eső magántulajdonú lakások száma, vagy lakóingatlanok száma, az a legmagasabb Európában. Tehát itt Magyarországon. Tehát sehol Európában egyfőre esően nincs olyan magas számú saját tulajdonú lakóingatlan, mint itt Magyarországon. Tehát saját tulajdonban vannak a lakóingatlanok nagy része, és nagyon kevesen bérelnek ingatlant.
Na most ennek egy hátránya van. Ez egyébként jó, semmi gond nincs ezzel, de van egy hátránya. Vagyon, és minél nagyobb a vagyon, annál nagyobb a félelem. Világos ez? Tehát ott, ahol nincs vagyon, mert mondjuk bérli, nincs mit veszítenie. Gondold végig. Most mondok egy példát. Mit tudom én, mondjuk van, ha valakinek egy lakó ingatlana, és mondjuk munkahelyet vált. Akkor utána azon izgul, hogy lehetőleg olyan munkahelye legyen, ami viszonylag közel van a lakó ingatlanjához. Érted? Na most, ha mondjuk egy bérleményben laknak, tök mindegy, mert elköltözik, azt annyi. Érted? Tehát ezt csak most példaként hoztam föl, mert azt akár mekkora a saját tulajdonod, vagyon. Érted? Na most, és akkor mondhatnád, hogy a fentiek miért hagyják azt, hogy ez így alakuljon. Tehát, hogy az emberek hangulata egyre rosszabb legyen. Miért hagyják a fentiek? Nagyon egyszerű. Mert az embereket addig lehet félelembe tartani, amíg van mit veszíteniük. És amikor egy embert már nem lehet, tehát egy embernek nincs mit veszítenie, akkor már nem lehet félelembe tartani. Érted? És ezt odafönn tudják. Tehát az embernek a legnagyobb problémája az életében a félelem. És egy ember fél, annak semmi jó végeredménye nem lesz. Csak rossz. És hagyják a fentiek, de az emberek elveszítsenek mindent. Nyilván nem mindenki. És onnantól kezdve elveszítenek, nem félnek. És ha megfigyelitek, ez úgy szokott lenni, hogyha az emberek nagyot buknak, nagyot veszítenek, akkor elkezdenek egy felsőbbrendű, tehát a legveszélyesebb időszakokban, a legnagyobb félelmek közepette elkezdenek hinni egy felsőbbrendű lénybe. Ezért van egy mondás, hogy az zuhanó repülőn nincs ateista. Mert ugye ott mindenki azt mondja, hogy Istenem segíts. Tehát amikor az emberek nagy bajba vannak, vagy nagy bajba kerülnek, akkor elkezdenek hinni. Mondok egy példát, személyes példa, jó? A édesapám a halála előtt kezdett el foglalkozni a szellemi fejlődésével. Addig soha nem foglalkozott ebben semmit. Tehát valahogy elkezdte érezni, hogy neki nem sok van hátra. És tényleg nem sok volt neki hátra. És abban az időszakban kezdett el foglalkozni a szellemiséggel. Ha mondok egy másik példát, az unokatestvéremnek a férje. Múltkor meglepődve hallottuk, hogy elkezdett szellemiséggel foglalkozni. Jó, lent vidéken, mihez tudod hozzájutni? Hát a valláshoz. Református vallású a falu, ugye református templom van ott, és akkor elkezdett templomba járni. És ez a halála előtt szintén egy pár évvel volt. Érted? És már ő sincs az élők között. Na most,
ha az ember talán időben, én gondolkoztam azon, hogy ha apu, mert ugye az volt közelebb számomra, mint mondjuk az unokatestvérem férje, hát hogyha apu időben kezdett volna foglalkozni a szellemi dolgokkal, akkor még lehet mindig élne. Érted? Mert ugye neki könnyebb dolga lett volna, mert ő nem vallás irányába ment el, mert ugye én nem afelé tereltem. De az unokatestvérem férje, az nem lett terelgetve. Az oda ment, amíg kéznél volt. Érted? Tehát lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és nem az a megoldás, hogy hagyjunk mindent veszni, vagy nem az a megoldás, hogy féljünk, hanem az a megoldás, hogy tudjunk, hogy minden élethelyzetre legyen tudásod. Ez a megoldás. Hogy képes legyél bármilyen élethelyzetben helyesen dönteni, vagy helyesen cselekedni. Érted? Még akkor is, ha nincs tudásod, akkor legyen olyan tudásod, hogy hogy kapj segítséget a fentiektől. Érted? Hogy hogy tud meghallani a teremtődnek a tanácsát. Ha nincs olyan tudásod, hogy mondjuk egy adott helyzetben mit kellene tenned? Itt mi egy közösségben vagyunk, ahol az emberek itt tanulnak, és mindenkinek van vezetője vagy igazgatója. Valakinek mind a kettő. Ami azt jelenti, hogy akiknek vezetőik vannak, vagy illetve akik már vezetők, vagy igazgatók, azok egy kicsit előrébb járnak ezekben a dolgokban, hogy hogyan bánjanak önmagukkal, másokkal, a párjukkal, stb. Stb. És hál' Istennek, mivel közösségben vagyunk, tudnak tanácsot kérni. Tehát nem csak az van, hogy valamit nem tud az ember, és akkor nem tud, vagy azt se tudja, hogy hogyan kapjon segítséget fentről, de itt vannak olyan emberek, akik tudnak segíteni. Ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy megoldj egy helyzetet, érted? Tehát például az én gondolkodásomban olyan, hogy lehetetlen, ilyen nem létezik. És olyan, hogy valamit ne lehessen megoldani, olyan nem létezik. Érted? És olyan, hogy ne találjuk meg valaminek a valódi okát, na olyan se létezik. Na ezért nem mindegy, hogy az ember hol tanul, hogy van-e egy olyan közösség, ahol nem csak egy ember tud tanácsot adni, annak meg korlátolt az energiája, meg az ideje, meg a technikai eszköze. Vagy vannak mások is, akik tudnak segíteni. Érted? Nem mindegy, az sem, hogy neked kell minden élethelyzetet megélni, hogy megtapasztalj, vagy van egy közösség, amiben lehet saját csapatod, ahol a saját csapatod tapasztalatai, tanulsága is a te tapasztalatod és te tanulságod is lesz. Érted? Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy neked kell megélni helyzeteket, vagy közösen, az egyik ilyen helyzetet, a másik olyan helyzetet, a harmadik amolyat, a negyedik még mást megéltek, és mivel a te csapatod, pontosan tudod, hogy ki mit élt meg,
És ugyanúgy ki tudod elemezni, ugyanúgy megkeresheted az okokat, és ugyanúgy tanulhatsz belőle, mert az okos más kárán tanul. Oké? Ami azt jelenti, hogy tanulhatunk mások nem kárán, hanem élethelyzetén. Érted? Tehát egy olyan dolog van itt, amilyen történelmi, egyedülálló valami. Soha a történelem során nem volt olyan, hogy az emberiségnek lehetősége lett volna bekerülni az aranykorba tömegesen. És ezt nekünk kell megcsinálni. Erre mi kaptuk a küldetést. Nekünk ez a küldetésünk, hogy megcsináljuk az aranykort. És az aranykor után azt is megcsináljuk, az is a dolgunk, hogy az emberek olyan szintre felfejlődjenek, lelki fejlődésük olyan magasra jusson, hogy képesek legyenek egy felsőbbrendű létformába bekerülni. Tehát megkaptuk ezeket a dolgokat, és ez nem mese. Jó? Hanem ez így van. És ebben várunk társakat. Társakat. Tehát olyan embereket, akik szívesen veszik a tudást, és amit tudnak, szívesen adják át másoknak. Úgyhogy ez az egész úgy van kidolgozva, hogy bárki számára elérhető legyen. És ha bármi kérdésed merült volna fel, mert nyilván idő, minden, tehát ugye letelt az időm, ha bármilyen kérdésed merült fel, amit nem kaptál volna választ, akkor mai nap folyamán még erre választ tudsz kapni, a más nem a legvégén a PPA klubba, illetve közbe kérdezhetsz attól, aki meghívott téged, vagy ő a te ajánlód. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után pénzteremtő kócs képzésünk lesz. Jó szünetet kívánok mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen!